I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is fight. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! A Topolyai Napok rendezvény sorozatának keretében családi kerékpártúrát szervezett a Capriolo kerékpárgyár, és hát azt hiszem, hogy nagyon hangulatos és jól sikerült rendezvényről számolhatunk be. Itt van velem a stúdióban Benda Zsolta szervező. Köszöntelek! Üdvözletem a nézőket! Valóban jól sikerült ez a kerékpártúra, ugye? Jól sikerült. Hála Istennek az idő nagyon kedvezett, úgymond. Bár az a délelőtt, előtte ugye 3-4 napig esett az eső, kicsit sáros volt a pálya, hajnali 3 órakor még szombaton is szakadt az eső, arra ébredtem, hogy szakadó eső van, ugye, de 6-7 óra körül elállt és kisütött a nap. 8 órától kezdtek jönni a benevezők, és 9:30 volt a start, 9:30 már úgymond száraz beton volt, szóval felszáradt az út, aminek nagyon örültünk. Mi lett volna, hogyha nem állt volna el az eső? Hát sajnos egy ilyen rendezvény nem lehet lemondani, szóval erre nem tudok válaszolni, sajnos. Nem tudom. Aki kijött volna, az körbe ment volna, aki nem, az nem, de egy ekkora rendezvényt, ami be van jelentve rendőrségen, mentők angozsába vannak, 3-400 ember, egy ilyen fajta rendezvény nem lehet lemondani. Minden esetre végül kisütött a nap, és hát valóban én is ott jártam, és nagyon jó volt nézni azt, ahogy mosolygós arccal bringáztak az emberek, és hát közöttük voltak ugye idősebbek is, de nagyon sok volt a kisgyerek, sőt voltak olyan kisgyerekek, akik hátul ugye abban a szabályszerűen elhelyezett kerékpár ülésben, tehát ők tulajdonképpen nem tekertek, de mégiscsak ezt az egész távot megtették ugye a szüleik vezetésével, hogy így mondjam. Tehát nagyon-nagyon sok mosolygós arcot lehetett látni. Igen, úgy döntöttünk az eső miatt, hogy a gyerekes szülők, aki kisgyerek kerékpárral volt, 3-4-5 éves, volt elég sok, és aki hátul vitte a még kisebb gyermekét, az csak a művésztelepig mentünk. Ugye most szépen felújították, le van vágva fű, szépen néz ki. Megkértük a községtől, hogy az udvarba át tudjunk helyezni 2-3 asztalt, üdítőt helyeztünk ki, szőlőt, banánt, frissítőt az egész túrázók részére, de viszont a gyerekesek ott megálltak, gyerekeknek érdekes volt banán, szőlő, üdítő, kicsit fölfrissültek, kikapcsolódtak, ott beszélgettek, játszottak, és ők visszajöttek a Topola Expo területére. Mi pedig egy csoportba verődtük, és körbe kerékpároztuk a tavat, mint ahogy terve is volt. Sajnos egyes helyeken sár volt, tócsa volt, de aki körbe jött, az élvezte. Volt már ilyen egyébként, hogy a topolyai község területén ennyi kerékpáros egyszerre tekert? Nem, ez is lett volna a fő célja ennek az egésznek, hogy minél több kerékpározót tudjunk összegyűjteni egy helyre, és megtegyünk egy bizonyos távot. Most ami még szerintem nagyon jót mutatott, hogy a kapriolozás a 250 bejelentkezőnek pólót tudott biztosítani, és egy ilyen narancssárga csíkot, úgymond ilyen hosszú kukacot alkottunk, és fele még bent volt a Topol Expo területén, a másik fele már a kanyarba, vagy mikor ilyen egyenesbe értünk, akkor mondjuk ilyen kilométer hosszú narancssárga csíkot lehetett látni, aki elől haladt,
úgy szintén neki hátul is alatt. Érdekes volt a látvány. Mindenki számára egyformán sáros volt helyenként ez az útszakasz, de én megfigyeltem, hogy egyesek abszolút tisztán érkeztek be a célba, tehát se a kerékpár, se ők maguk nem voltak sárosak. Voltak viszont olyanok is, akik, hát valljuk be őszintén, hogy nyakik sárosak voltak, és a sárhányok is be voltak rakodva. Ilyenkor ez mitől függ? Tehát van valamiféle különleges vezetési technika, amivel ezt el lehet kerülni, vagy pedig csak egyszerűen a pocsolyákat kell kikerülni? Hát a kisebb gyerekek úgymond az a 10-től a 15 éves korig, aki már körbejött, mert azokat az 5-6 éves gyerekeket, aki egész kis biciklivel volt, azt mondtuk a szülőknek, hogy ne is engedjék a sárba, csak a művésztelepig. Szerintem ők akaratta hajtottak bele abba a sárba, ők élvezték azt, hogy sár van, és azért lettek sárosak, de ki lehetett kerülni. A közepén ugye a csapásban fű volt, a füvet lenyírtuk egész körbe, kitisztítottuk az ágakat, nem volt, ami belógott, szúros galjakat, mindent letakarítottunk, ilyen gumilyukadás véget, rádolgoztunk, hogy a pálya így nézzen ki. Most a sár ellen sajnos nem tudtunk mit csinálni. Annyit tudtunk, hogy a hídnál azt a töltésről lecsapoltuk a vizet. Ástunk árkokat, levezettük a vizet, hogy lefolyjon vissza a tóba, és valamennyire felszárítsuk a pályát. Azt hiszem, hogy egy ilyen hordaerejű rendezvényt nem kis erőfeszítésbe kellett megszervezni. Tehát azt hiszem, hogy a szervezési munkálatok azok már hónapokkal előbb elkezdődtek. Igen, 3 hónapja kezdődött körülbelül, lehet picit több is ez a szervezés. Plakátokat nyomtattunk a topolyai nyomdák segítségével. Itt segített a Pannonia Print és a Hemigráfia. Ő volt a két szponzorunk, aki a startszámokat, a plakátokat, a szórólapokat nyomtatta. Szétszórtuk mindenfelé, kiragaszgattuk a körüllévő községnek is adtunk, hogy tegyék ki a községházára, vagy olyan helyekről látható. És tettünk egy utolsó rokkot, az augusztus 15 volt, a benevezésre. Augusztus 15-ig e-mailbe el kellett küldeni, hogy ki szeretne jönni, a nevét csak. És akkor a Caprioló visszaküldött neki egy e-mailt, egy formulárt, amit kitöltött, beírta, hogy milyen pólót szeretne, mikor született, hol született, szeretne utána ebédet, babot. Szóval egy ilyen kis formátumot ki kellett, hogy töltsön, visszaküldte nekem, és ő ebben regisztrált. Ugye az a cél, hogy megtudjam, hogy hány ember volt, mindenkinek külön pólót nyomtattuk a méretére, valakinek L-est, M-es, S-es, hogy ne legyen egy valakinek nagy, valaki kicsi, hogy úgy nézzünk ki, ahogy illik. Voltak egyébként vidékiek is? Voltak igen. Szabadka, környéke, Marovica, Bajsa, Pacsír, Gunaras, Tornyos, Zenta, Újvidékről is egy pár ember, úgymond vásárlom, aki a céggel dolgozik, eljött, szebbé tette ezt a rendezvényt. És hát gondolom, hogy voltak támogatói is a rendezvénynek. Igen, meg szeretném köszönni a támogatóknak, mint ahogy látszik is, mindenki kapott startszámot. A startszámból ugye volt 2. Az 58-asból volt egy ilyen szép, amit a kerékpára tért, és volt egy kicsi, ami viszont a tombola volt. A tombola egy kerék, a fődíj egy kerékpár volt a tombolán, és még 10 kis csomagot készítettünk a tombolára. Jó, sikerült, úgyhogy mindenki elégedett volt az ajándékokkal. A csoportból ott lent a tömegből kiválasztottunk egy 10 kisgyereket, minél kisebbet, ők húzták a tombolát, és ez érdekes volt. Ugye akkor meg szeretném köszönni a támogatóknak, aki segített, hogy még szebbé tegyük ezt a rendezvényt. Itt fel tudnám sorolni a Pannonia Printet, a topolyai községet, Uszlugát, Hemigráfiát, P-Marketot, Szattraktot, Smartcomot, Kombi Metal Utrina, a Vinária Brinzát és a Caprioló Restaurant. Ő főzte ugye a versenyzőnknek babot, és nem utolsó sorban meg szeretném köszönni a Régió Rádiónak és az Express Channelnek, mint média támogatónknak. We'll be right back.
Még szeretünk biciklizni, és ez egy élmény lesz, hogy körbe megyünk. Igaz, kicsit most sár lesz, de jó lesz biztos. Már ismerik az utat, mivel mondják, hogy szeretik a biciklizést, erre már jártak. Hát igen, egy néhányszor ezt az utat már megtettük. Nagyon tetszett, és az is neveztünk be a versenyre, mint kis családost, az unokákkal jöttem. Izgultam nagyon, igen, fél hétkor keltem fel, hogy biztos ide érjek. Nagyon szeretek biciklizni, az tény. Nagyon jó, minden, szuper. Még most vagyunk idén először, úgyhogy tetszett. De a kislány is, aki elmondta, szerintem, hogy biztos. Jó, akkor a kislányt is megkérdezzük. Légy szíves, mutatkozzál be. Barényi Kiara. Kifáradtál? Nem. Szép volt? Jó. Máskor is eljössz? Igen. Az 5 évestől körülbelül a 70 éves korig voltak részvevők. Remélem, hogy jövőre jobban meg tudjuk szervezni. Már jelentkezik itt a polgármester asszony és a község is, hogy jövőre szeretnénk, hogy ilyen csoportosan megcsináljuk, akár meg tudjunk szervezni egy autómentes napot is. Jövőre nyáron szeretnénk úgy szintén egy ilyet csinálni, hogy most az expo keretein belül, vagy külön csináljuk, nem tudjuk, de szeretnénk. A nyár folyamán szeretnénk egy ilyet csinálni, reméljük, hogy még több ember eljön. Most az idén, aki kijött, látta, hogy milyen volt ez, hogy nézett ki. Sajnos sár volt, ugye, ahogy mondtuk. Legjobb lenne különben ezt egy betonos úton megcsinálni, csak nem egyszerű az utakat lezárni. Meg azért jó lenne, ha ennek a túrának egy 15-20 km távja lenne. Ugye, mert az a lényeg, hogy ez egy hosszabb túra legyen. Most az nem érdekes, hogy elmegyünk Balsáig, meg vissza 5 km. Úgy ott az ember nem is lát semmit. Ugye úgy kéne ezt megcsinálni, hogy lássanak is valamit, érdekes helyeken megállni, megnézni, mint ahogy a tóparton is. Ugye megindultunk ott, akkor mentünk a művésztelep, ami föl van újítva, ott megálltunk, akkor a Büdös-tónál fönn most tele van madárvilággal, ugye az érdekes volt a gyerekeknek, megálltak, megnézték, akkor a hídnál kifordultunk Zobnice felé. Az Obnacián is szépen lenyírták a füvet, mindent megcsináltak, megálltok ott a lovardánál, a lovaknál, és úgy folytattuk a gáton köröztül, és visszajöttünk. Egyébként, hát ugye nem árulunk el titkot, hogyha azt mondjuk, hogy kerékpár és kerékpár között hatalmas különbség lehet, és hát a Capriolóban is többféle kerékpárt is gyártanak, és nyilván, hogy vannak olyan típusú kerékpárok, amik eleve úgy vannak összeállítva, hogy az ilyen típusú túrákra megfeleljenek, tehát ez valóban így van, ugye? Hát igen, most mi úgy néztük, ugye, hogy olyan pályát is választjunk, hogy mindenki végig tudjon menni. A pici 5 éves gyerektől a 60 éves, 70 éves emberig, ugye, mert hála Istennek így volt, hogy volt az 5 évestől a 70 éves idős bácsika is, aki kijött és körbe tekerte ezt a túrát, aminek nagyon örültünk. De hát nyilván, ugye, tehát csak feszegetem tovább ezt a témát, nyilván, hogy a Capriolónak vannak olyan kerékpár típusai, amik direkt az ilyen típusú túrákra vannak összeállítva, és vannak úgynevezett városi kerékpárok. Igen, ugye? Igen. Hát megvannak a városi kerékpárok, ami sárhanyó, kosár, lámpaszettel felszerelve, de viszont megvannak a hegyi kerékpárok, a túrázó kerékpárok, a trekking kerékpárok, úgyhogy széles palettánk van. Nem tudom, hogy esetleg felbecsültétek-e, vagy hogy így mondjam, ugye megsatszoltátok-e, hogy a résztvevők között hányan tekertek Caprioló kerékpárokon? Sokan, most ezt nem tudtuk így, ugye mert nem is volt idő, meg elég jól el voltunk foglalva, de mondhatni azt szerintem, hogy a 80% az embereknek ugye Caprioló kerékpár tekert, ugye topolyaiak voltak a fő része, ugye itt aki vesz, az szerintem 99%-ba Caprioló kerékpárt vesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Hey!